Sziasztok! Krisztián vagyok, és a mai videóban beszeretném nektek mutatni, hogy milyen setupom van, azaz milyen számítógépen van streamelésre és videóvágásra, és így nagyjából a szobát is szeretném nektek megmutatni. Igen, hát végül is, hogy milyen technika van a hátam mögött, amiben különbözni fog a egy-két héten belül a számítógépem, hát már megmondom őszintén, akartam rendelni egy 3080 videókártyát, viszont állítólag valami pottal megrendelték az összeset, és most már csak valami nagyon drágá lehet megvenni. Szóval az olcsóhoz nem jutottam hozzá, és így elfogyott az összes videókártya, tehát várni kell, addig még nem jön ki még több, nem kezdik el gyártani, és akkor majd rendelek egy másik videókártyát, addig marad ez a 2080. Igen, hát akkor meg szeretném nektek mutatni, hogy milyen setupot használok, itt nagyjából el is mondom, mert sokan szoktátok kérdezni. Ugye most homályos a kép, annyira nem látjátok, de majd mindjárt átállítom a fókuszt, és akkor közben mondom is. Úgyhogy gyerünk, nézzük is meg. Na, srácok, ami itt található, ugye maga a gépház, egy ilyen üveg, házban van az egész, ahogy látjátok, csak a keret, hát a keret is fém, viszont itt ez a rész, ez műanyag, kapott előre itt három ventilátort, ami ugye világít, ledes, akkor van benne egy hatalmas nagy hűtő, egy i9-9900 van a processzor van a gépben, ott van fent a doboza, amit látjátok. A videókártya ugye az egy GeForce RTX 2080, ami Gigabyte márkájú, amit még egy fontos benne tudni, van benne 500 gigás SSD, egy 3 vagy 2 terás Winchester, ami még fontos, most meg nem mondom mennyi RAM van benne, 16 vagy 32 giga, a monitor az egy monitor van hozzá, ugye egy Asus monitor van még hozzá, ugye, és van egy JBL flash, hozzá egy JBL hangszóró, amit nemrég vettem. A játékokra használom, ugye, nem tudom, hogy szoktátok látni a live-okban, itt egy Logitech, van egy Logitech fülhallgatóm, és egy Asus ROG Strix fülhallgatóm, amit a számítógéphez szoktam használni live-oknál és egyéb ilyen videóknál. Ami még itt az asztalon található, az ugye egy MacBook Pro 2019-es széria touchbaros középkategóriás MacBook Pro, mert ugye nem a legolcsóbbat vettem, ez a középkategóriás, nem is a legbrutálisabbat. Van itt egy Stream Deck, ugye streameléshez tudod nyomogatni, és akkor különböző módokat használ a gép. A MacBookhoz van egy kártyaolvasó, ami mindent tud. Úgy értve, hogy tudsz rá monitort, kártyát, internetet és mindent kötni. Ez 170 euró, ez csak drága az a kisbox. Viszont van, vettem hozzá nem túl rég egy ekkora kis kártyaolvasót, ami sokkal praktikusabb nekem, mert kisebb. És ugye van hozzá egy egér, plusz egy Beats fülhallgató, amit mostanában elég sokszor használok. Alul meg a kis csecsebeség. Itt a hátam mögött meg egy 75 szoros tévét láttok, ami hatalmas. Tényleg 2 méter, majdnem 197-szer nem tudom hány centis, és ugye ezeket szoktam így használni videóvágásra és streamelésre, ugye a számítógépet, a nagy gépet használom ugye streamelésre, a MacBook Pro-t megvágásra. És még van egy zöld hátterem az Elgato-tól, ami egy hidraulikus, vagyis ilyen kisebb dolog, itt van benne a sarokban, ezt most nem fogom kinyitni, de igazából erről van videó fenn a csatornán, meg tudjátok nézni, és hát akkor megmutatom, mert át lett rendezve. Oda a sarokban, látjátok, itt van egy hatalmas nagy Marvel-es poszter, mert ugye én nagyon szeretem a Marvel-t, oda betettem egy szekrényt, ugye, ami
van a fehér szekrényt innen, na én nem mindjárt mutatom, ott a coach, amit ki lehet húzni, lehet rajta ugye aludni, az a fehér szekrény, ez ki fog menni, ki fogom dobni, kirakom ide az ajtó elé, majd ha valakinek kell, akkor elviszi, ha nem, nem. Ugye a tévé az ott van, és ott van a számítógépem, és ott van egy szekrény ismét. Szóval kicsi a lakás, tehát muszáj vagyok így csinálni, és ez majd lehet, hogy veszek egy új bútort, ami máshogy néz ki. Mint látjátok, itt egy szőnyeg is. Ja, és akkor van olyan székem, ami egészen meg vagyok vele elégedve, már 2 éves, és nem volt még vele probléma, már cserélettem mondjuk kereket vele benne, de ingyen volt. Itt meg az ülés része megy szét, úgyhogy lehet, hogy hamarosan venni kell egy másikat. Szóval, akkor megmutatom nektek ugye a monitort, mert így elmondtam, hogy itt szoktam nézni a Discordot, a chatet, amikor live-olok. Ez egy töltő, ez egy Osmo Pocket, ami itt van, ugye ez egy kamera 4K-s, ami még ugye mutattam, hogy egy JBL hangszóró van. Mögötte a, ezek a talpak, ezek megint hangszórók, ott is van egy, alul a vélnyomó, ami 3 utas, már hogy 3 hangszóró van benne, 3 oldalról, nagyon jól adja a mélyet. Nem nagyon szoktam itt használni. Van ugye az AOK monitor, a fő monitor, a Stream Deck ugye, amit mondtam, és a MacBook Pro. Őt igazából nem nagyon használom tényleg, csak videóvágásra, sem másra, meg így megnézem az interneten a dolgokat, e-maileimet, most például autókat nézegettem rajta, és itt a gépház, ami elég jó, és még egy mikrofon, ami oda most el van hajtva hátra, mert nem használom. Szóval röviden, így be tudok nektek mutatni a setupból. Ja, és még itt mögötte, látok, van ugye egy világítás, egy lámpa, egy picike, ami bevilágít, mikor kell. Röviden, végül is ennyi. Ez a videó ugye ennyi lett volna, beszerettem volna nektek mutatni, hogy mit használok, mik vannak az asztalomon, és a továbbiakban mindenképpen kövessetek be, ugyanis 3000 feliratkozónál, ami nem sokára itt van, egy Razer egeret fog kisorsolni, ami olyan 50 euró értékű. Szóval 3000 feliratkozónál azt is kisorsolom, és ugye a sorsolást majd Instagramon fogom posztolni, hogy ki is nyerte meg, úgyhogy érdemes lesz Instagramon is bekövetni, az Instagramomat lerakom ide a leírásba, majd ott megtaláljátok, és a csatorna változni fog, nagyon sok az és. A csatorna egy kicsit most változni fog, nem lesz live, vagyis hát ha lesz is, nem olyan sok. Kicsit átmegyünk másik irányba, meg fogom nektek mondani azt is, hogy milyen irányba megyünk el. Majd szeretnék autókkal foglalkozni, és autókat bemutatni nektek. Ezzel több céget meg is kerestem már, és örömmel segítenek, azt mondták. Tehát autókat fogok majd nektek bemutatni, nem tudom, hogy mondják ezt, bemutatni, és majd meglátjuk, hogy mennyire fog ez nektek tetszeni. Lesz majd autófóliázás hamarosan. Hát ugye igazából tegnap szerettem volna csinálni, nem jött meg a fólia, viszont így majd jövő hétvégén lesz, szombaton talán. A videó az majd nem tudom mikor megy ki. Ha tetszett nektek ez a videó, ugyanis végre értünk a videónak, akkor lájkoljátok be, ha nem követsz, és most vagy itt először, és tetszik neked a videók, amiket csinálok, akkor iratkozz fel a csatornára. Ennyit tudok promózni, nem szeretném nagyon promózni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek a videót. Sziasztok, Krisztián voltam.